A látványtervek szerint így fognak kinézni azok a bölcsődék, amelyek a közeljövőben épülhetnek fel a Nyíregyházi Egyházmegye területén, egy nemrég elnyert pályázatnak köszönhetően. Hat településen, Nyírbátorban, Mátészalkán, Fehérgyarmaton, Vásárosnaményban, Demecserben és Máriapócson jöhet létre új intézmény. Ezeken a helyeken négy csoportos bölcsődék fognak épülni, illetve Máriapócson, ahol egy kettő csoportos bölcsődét építünk. A négy csoportos bölcsődékben 48 férőhely kialakítására lesz lehetőség, a két csoportos bölcsődében 24 gyermeket fogunk majd tudni fogadni. Mindenekelőtt a gyermekek vannak a figyelmünk középpontjában, ezért igyekszünk akár a külső kialakításában is úgy megépíteni ezeket a bölcsődéket, hogy igazán vonzóak legyenek a gyermekek számára. Új építésű épületekről lesz szó, ez azt jelenti, hogy egészséges körülményeket fogunk tudni a gyermekeknek biztosítani, és nagyon bízunk benne, hogy igazán otthonosan fogják érezni magukat ezekben a bölcsődékben. Több szempontból is fontos az egyház számára ez a fejlesztés. Az elsődleges a keresztény értékek átadása már gyermekkorban, és az, hogy intézményeik ne csak nevükben, hanem lelkiségükben is viseljék görögkatolikus mi voltukat. Küldetésükön kívül az épületek külsejében is lesz egy közös vonás. Mindegyik bölcsőde elé egy kis bárkát szeretnénk építeni, amely kifejezi azt az igazságot, hogy a bárka a bibliai tanítás szerint a bajban, a menekülésnek, az oltalomnak a helye volt, és mi így szeretnénk gyermekeink számára a bölcsödéinkben, mint egy bárkában oltalmat, biztonságot, olyan háttér biztosítani, ami a jelenlegi nehéz helyzetben és a világ nehézségei közepette is vigasztalást, jobb lehetőséget és jobb feltételeket biztosítanak. Az egyháznál azt remélik, az összesen 3 milliárd forintból megépülő új, akadálymentes intézmények nem csak a gyermekekre, hanem az egész családra jó hatással lesznek. Miközben a szülők fizikai és lelki értelemben is biztonságban tudhatják a kicsiket, a foglalkoztatásukat, munkaerőpiaci helyzetüket is pozitívan befolyásolhatják a bölcsődék. Ráadásul nem csak az adott település, az egész megye munkaerő gondjain is segíteni tud a 6 különálló projekt. Ismerve az eddigi tapasztalatokat, a hozzáállást, biztos vagyok benne, hogy nagyon színvonalas és jó intézményeket alapított újonnan, vagy fog alapítani újonnan a Nyíregyházi Egyházmegye, és így közösen munkálkodhatunk a megye fejlesztésén, bölcsődei fejlesztési programján. Ez hozzájárul, mint egy mellék hatásként a munkába állóknak a lehetőségén is. A közgyűlés elnökének szavai szerint mindig örömmel támogatják az egyházi közösségek társadalmi felelősségvállalásról tanúskodó pályázatait, ez a mostani is egybeesik a kormány és a megyei önkormányzat fejlesztési elképzeléseivel. Az új bölcsődék tervezése november eleje óta zajlik, a Nyíregyházi Egyházmegye abban bízik, hogy 2022. decemberéig sikerül felépíteni az intézményeket.